Tisztelt polgármester úr, doktor úr, kedves képviselőtársaim és minden vendég, aki megtisztelte ezt a kis ünnepségünket jelenlétével. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit abból az alkalomból, hogy a Kengyel községi önkormányzat múlt hét csütörtök szerdai ülésén úgy döntött, hogy elfogadja a javaslatomat, és végre méltó nevet kap ez az intézmény. 2010-ben, amikor polgármester úr úgy döntött, hogy nyugdíjba vonul, akkor többek között átadta a stafétát, és a fiók alján ott lapult egy támogatói okirat, amely arról szólt, hogy az egészségházat felújíthatjuk. Polgármester úr akkor egy kész anyagot hagyott a következő önkormányzaton, nekünk az volt a feladatunk, hogy fejlesszük. Azonban valami mégis hiányzott. Ez pedig azt gondolom, hogy a mai nap végre helyére kerül. Hogy miért most? Ugye többen kérdezték tőlem, hogy miért most. Megmondom őszintén, hogy egy hosszú, közel 9 éve tartó folyamat, hogy kerestük a falu házi orvosát. Bizonyára önök is tudják, hogy voltak kisebb, nagyobb sikerek, próbálkozások, de valahogy mindig a bizonytalanság jellemezte a kengyeli egészségügyi ellátást. Természetesen amellett, hogy akik itt dolgoztak, és a mai napig itt dolgoznak, úgy a gyermekorvosunk, mint az ápolónők, a védőnők, és mindenki, akinek itt van a munkahelyük, természetesen rendkívül magas színvonalon végezték a munkájukat, de mégis azt éreztük, hogy nincs gazdája a házi orvosi körzeteinknek. Úgyhogy végső kétségbeesésemben valamikor karácsony tájékán fölraktam egy hirdetést az internetre, hogy na most már akkor tényleg jöjjön valaki. És rá néhány nappal érkezett egy hívás, a pénzügyi vezetőnk vette fel a telefont, és szólt, hogy keresett egy doki, vissza kellene hívni. Hát úgy voltam vele, hogy eddig is sok mindenkivel beszéltünk, de hát természetesen minden lehetőséget ki kell használni. Felhívtam doktor urat, és éppen egy Pécs környéki településre tartott állásinterjúra. Hát nem volt más választása, mint megkértem a doktor urat, hogy na akkor az első lejárónál álljon félre az autóval, forduljon meg, és jöjjön el hozzánk, nézze meg a településünket. Elmondtam a településünk valamennyi erényét neki, nyilván a hátrányait is, de hál' Istennek a kedves párjával úgy döntöttek, hogy letelepszenek, vagy letelepednek nálunk, úgyhogy nagy örömmel adtam át a szolgálati lakást Feledi Józsefnek és kedves párjának, Zsuzsának. És úgy éreztem, hogy ha már helyreáll a rend a rendelőben, akkor most vegyük fel azt a nevet, amelyre méltán büszke a település. Mi sem bizonyítja azt jobban, mint hogy Cédli Gyula, doktor Cédli Gyula neve hallatára távolról is érkeztek, és megtisztelték jelenlétükkel ezt a mai rendezvényt. Én úgy gondolom, hogy amellett, hogy doktor Cédli Gyula emléke most már gyakorlatilag átadjuk az örökké valóságnak. Úgyhogy ma jött el ez a nap, amikor doktor Cédli Gyula nevét felvette az egészségház, és én szeretném, hogyha elődöm, akit a mai napig nagyon tisztelek, és nagyra becsülök, néhány gondolatot mondana nekünk arról, hogy mit érez ma. Polgármester úr, légy oly kedves! Nagyon szépen köszönöm a meghívást, ezt az alkalmat, hogy mit érzek, azt nagyon-nagyon nehéz most elmondani. Ne is sértődjenek, meg ne haragudjanak meg, ha elcsuklik a hangom, mert azok az emlékek, amik most följönnek, egyszerűen azt mondom, elmondhatatlan. Hisz tudják az idősebbek is, én 8 évesen maradtam itt Árván. Nekem a saját kis harcomat meg kellett vívni, nem állt mögöttem egy édesapa, aki támogat, segít, de úgy érzem, hogy méltó maradtam a nevéhez, nem változtam semmit, nekem is ugyanúgy az emberek az elsők, mint ahogy neki volt. Annak tiszta szívből örülök, hogy kaptunk várhatóan egy 30 évre szóló orvosi állást. Épp beszéltünk a doktor úrral, és olyan jó volt hallani, hogy az előző helyen is 30 évig volt. Mondtam is gyorsan, hogy akkor még itt is 30-at le kell húzni. Legyen tradíciója végre már ennek, hogy hosszú-hosszú évekig nem lesz úgy, hogy betöltetlen orvosi állás lesz. Ez a falu megérdemli,
hogy legyen neki állandó házi orvosa, ugyanúgy, mint az édesapám idejében, és csak akkor sokkal több beteg jutott ő rá, hisz az egész falu, meg a környező kis települések, de akkor ez volt. Most már változott egy kicsit a dolog, de bízunk benne, hogy doktor úr méltó követője lesz, úgymond édesapámnak, és annak a gyógyításnak, amit ő annak idején elkezdett. Még egyszer engedjék meg, hogy nagyon-nagyon megköszönjem ezt polgármester úrnak, képviselőtestületnek, hogy erre most sort kerítettek, megadták ezt a lehetőséget, és akárhányszor itt elmegyek, épp tegnap este volt az első ész, nem is vettem, csak fölpillantok, hát lehet, hogyha jött volna valaki utána, belém szaladt komolyan, mert akkora fék volt, és ugyanezt csinálta a fiam is, amikor jött később haza, szóval ezt az érzést, amit most én érzek, nem tudom elmondani, mindenkinek, mindnyájuknak hálás szívvel köszönöm. És ugye nem titkolt szándékunk az sem, erről már többet beszélgettünk a képviselőtestület tagjaival, hogyha a rendszer lehetővé teszi, akkor szeretnénk összevonni majd a két körzetet, és így minden betegnek a megfelelő és méltó ellátást biztosítani. És most felkérem Kengyel legújabb lakóját, a Petőfi út 5 szám alól, dr. Feledi József doktor urat, hogy mondjon néhány szót, hogy érzi magát Kengyelen. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit, volt polgármester urat is, és a jelenlegi polgármester urat is. Nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, hogy itt lehetek Kengyelen, és megkaptam ezt az állást. Nagyon megtisztelő. Bevallom őszintén, hogy sok emberben megfogalmazott az a kérdés, hogy egy pécsi orvos minek jön el Pécsről, egy ilyen helyre, úgymond a világ végére, Kengyelre. Ennek nagyon egyszerű oka van. Édesapám Tiszakürtön volt majdnem 40 évig házi orvos, nagyapám Szabolcs megyében volt majdnem 40 évig házi orvos, és amikor én még annó kezdtem a pályát, akkor 7 voltunk aktívan orvosok. Sajnos ma már csak én praktizálok. És mindenféleképpen a hegyeket el lehet fogadni egyébként a Dunántúlon. 2 hétig nagyon szép, de utána mindenki vissza akar jönni az Alföldre. Édesapám Tiszakürtön van eltemetve, ahol dolgozott majdnem 40 évig, és én mindenféleképpen a Tisza partjára vágyottam vissza hosszú-hosszú időn keresztül. És úgy éreztem, hogy most a pályámnak a vége felé mindenféleképpen haza fogok jönni. Az nem volt kérdés, hogy jövök-e, csak az, hogy hova. Lehetőleg a Tisza mellé, lehetőleg az Alföldre, lehetőleg az alföldi mentalitású emberek közé. Hát most itt vagyok. És nagyon-nagyon szeretnék megfelelni annak a képnek, amit polgármester úr is fölvázolt, hogy az édesapja milyen orvos volt. Én a saját édesapámnak a emlékének szeretnék megfelelni, akit amikor eltemettek, akkor Tiszakürtön nem lehetett az egész fő utcán közlekedni, annyian voltak a temetésén. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy mindenkinek, hogy itt vagyok. Azt is nagyon remélem, hogy meg fogok felelni. Őszintén nyugodtan forduljanak hozzám és mondják meg, ha valami gond van. El is várom, hogy ez így legyen. És többet nem is szeretnék erre más mondani, mert azért nekem sem könnyű most itt. Megmondom őszintén, 30 év után egy új helyen kezdeni. Köszönöm szépen, Krisztián. 60-on fölül is vannak még könnyek, úgy látom. Akkor most megkérem Cédli Gyula polgármester urat, dr. Feledi József házi orvosunkat, hogy Buka Zoltánné Rozika segítségével vágják el a szalagot 9 év után újra, és avassuk fel közösen a dr. Cédli Gyula egészségházat itt Kengyelen. Anélkül, hogy a hangom el ne szorulna, nem tudok róla beszélni. Egy csodálatos érzés. Most megkaptam mindazt, amitől az élet megfosztott. 8 évesen maradt a márván, és utána ugye nekem a saját életemet kellett élni. Úgy érzem az emberek szeretetéből is, hogy meg tudtam olyan embernek maradni, mint amilyen édesapám volt, és amilyennek ő nevelt. Kengyeliek nyilván ismerik az ön édesapját, de aki nem itt lakik, mit kell tudni az ön édesapjáról? Ki volt ő? Milyen ember volt?
egy csodálatos ember volt. Mit kell róla tudni? Szegény családban nevelkedett, megtanulta a nincs, mit jelent, megtanulta, hogy úgy tanuljon, hogy másokat tanított, és ezt hozta Kengyelre magával, és ő neki mindig a szegény ember volt az első. De azt tudni kellett, hogy az ország minden részéről édesapámhoz hoztak betegeket, főleg gyermekeket, mert az volt neki a igazi szakterülete. Csak egyet hagyd mondjak, amikor én megszülettem, Bene Zoli bácsi azt mondta édesapámnak, Gyulán, vidd haza a fiad, ne itt halljon meg. Hát úgy néztem ki, és nem én voltam az egyedül, én nagyon sok gyereket megmentett, ugyanígy felnőtteket is. Én csupa nagybetűvel mondhatom, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok édesapámra. Milyen orvosi múltat tudhat az apukája maga mögött? Hát gyakorlatilag ő, amikor az egyetemet elvégezte, 3 év után került ide Kengyelre ki, és azt lehet mondani, hogy élete végéig 1955-ig ő itt tevékenykedett. Ez idő alatt számtalanszor hívták föl, például a háború alatt a Szent István kórházba. Sajnos ott egy bombatalálatot kaptak, és még amikor hazajött, és már én éltem, saját kezüleg szedte ki a szilánkokat magából, de amikor beléptem a rendelőjébe, mindig mosolygott rám. Milyen nyomokat hagyott ez önben? Gyakorlatilag, amit mondtam is, megtanított embernek lenni, megtanított segíteni másokon. Talán nem lettem volna 20 évig a település polgármestere sem, hanem ilyen vagyok. A kengyeli lakosság hogy viszonyul az édesapja emlékéhez? Tisztelik. Tisztelik, és ennél csodálatos érzés, csodálatosabb érzés nincs, amikor főleg az idősebbekkel találkozom, és akkor bezzeg az édesapád, nekem ezt ne. Ez szinte életbe tartja az embert. És hála jó Istennek úgy látom, hogy a fiam ugyanezt a neveltetést fogja kapni. Tisztelektek-e már az édesapja emléke előtt ilyen szinten, hogy mint most, hogy egy egészségházat neveztek el róla? Nem tisztelektek. Sőt, már úgymond az 50-es években odáig jutottunk el, hogy egyik pillanatról a másikra kidobtak minket a lakásból, édesanyám nem kapott munkát, és ez sem változtatta meg a nézetemet, mert ezért édesapám lehet, hogy harapott volna, de megtanította azt, hogy fiam, nagyon sok dolgot tűrni kell. Ez volt. Van még valami, amit szeretnél mondani? Az, hogy most nálam boldogabb ember nincs. Az ünnepség keretében ugye megtudtuk, hogy ön Pécsről érkezett, és azt is, hogy hogyan talált ön ide Kengyelre. Mégis azt kérném, hogy erről beszéljen nekünk riportunkban először is, hogy hogyan bukkant Kengyelre. Kengyelre úgy bukkantam, hogy mindenféleképpen a Tisza melletti települést szeretném volna keresni, hogy valahol ott kapjak állást, és próbálgattam sorban neveket. Egyébként azért nézegettem én a Dunántúlon is, mert azért dolgozni még valahol akartam volna, de egy lazább munkahelyen. Ez nem az lesz, úgy néz ki. Viszont a polgármester, amikor felhívtam itt a polgármesteri hivatalt, akkor úgy mondjam, a polgármester tényleg azt mondom, hogy lecsapott rám a szószoros értelmében. Tehát tényleg az volt, hogy azt mondta, hogy most álljak le, forduljak meg, ne menjek sehova, először jöjjek ide, és amit kérek, akkor megkapom, csak legyen egy orvos a Kengyelnek. Ez így történt röviden. Tehát tulajdonképpen az ő érdeme, mert ő volt az az agilis ember, aki azt mondta, hogy legyek szíves és idejöjjek, ne menjek sehova. Tehát ne keressek tovább, ne kutassak tovább, megvan a helyem, csak jöjjek ide. Hétfőn volt az első napja, hogyan telt az első napja, illetve mi a véleménye az egészségházról? Mennyire van ellátva olyan eszközökkel, amire önnek szüksége van? Hétfő volt az első napom, igen, 67 beteg volt. Ez egyetlen egy beteg nem nézelődni jött, hanem mindegyiket vagy vizsgálni kellett, vagy gyógyszert kellett neki felírni. 6 óra hosszát rendeltünk a 4 helyett, de ez nem gond. Tehát a munka az szerintem az nem igazából gond, hogyha valaki szereti csinálni azt, amit csinál. A felszereltségével vannak gondok a rendelőnek, viszont én erre ígéretet kaptam úgy a gazdaságvezetőtől, a Erikától, Pozsánétól, úgy a polgármester úrtól, hogy azért a felszereltség az viszont olyan lesz, ami egy ekkora körzetnek még úgy is megvalósítható, hogy én emlékszem, mert én voltam Nyárlőrincen orvos, 33 km hosszú volt a körzetem. Én ott traktortól lóhátig mindenféleképpen jártam a betegeket,
de a lényeg az, hogy szűdést vezettem, amputáltam, stb. Itt ne kerüljön erre sor. De azért az a felszereltség legyen meg, hogy egy életveszélyes sérülés, például itt el tudjak úgy látni olyan dolgokkal, hogy kötszer, stb., akár még műszerekkel is ezeket. És meg vannak olyan vizsgálati módszerek, nézze, amikor gondozást folytattunk betegeknél, hogy egy labor miatt kell bemenni Szolnokra. Ha egy ilyen mérőműszer itt a rendelőben van, akkor már megspóroltam minden betegnek egy utat Szolnokra, vagy ahova jár éppen. Ezeket a dolgokat, ha meg tudjuk szerezni, akkor nagyon-nagyon nagy minőségi változás lesz a rendelésben. Ez biztos. Egy napot rendelt, még igaz, de mégis a betegek mit szóltak önhöz? Tettek-e fel esetleg kérdést? Gondolom kíváncsiak voltak, ez az egyik kérdés, mindenki tett föl természetesen. De ezek olyan általános kérdések voltak. Mondom, a legmagyarázhatatlanabb, vagy legfurcsább kérdés ugye felém az volt, hogy miért? Hát Pécsről idejönni miért? És akkor én megmondtam, hogy egyszerűen azért, mert 30 évig én itt laktam. Tehát én nem úgy jöttem Pécsről, hogy nem tudtam, hova jövök. Én hazajöttem. Én visszajöttem 30 év után, csak ennyi. És riporton kívül elmondta, hogy csendre és nyugalomra vágyik, amit itt megtalál, úgy érzi? Nézze, ha lemegyek a Tiszára, én ott megtalálom. Én ott nőttem föl, nekem a Tisza volt a játszóterem. Tehát 6 éves koromban én bennúztam a Tisza közepén. Amitől frászkaptak a szüleim, azt mondanom se kell, de nem mertek be kiabálni, hogy jöjjek ki, mert féltek attól, hogy akkor esetleg átúszok a túlsó oldalra, hanem megvárták, amíg kiérek a partra, és utána kezdték el mosni a fejemet. De az, hogy a Tisza nekem mit adott, meg az arborétum, ugye én is Tisza köten ott az arborétum, az volt a játszóterünk. Említette, hogy eszközökben vannak hiányok. Van-e esetleg valami, amit esetleg polgármester úrnak javasolni fog, amin változtatni kell itt az egészségügyi ellátásban? Hát nézze, sok minden. Van olyan dolog, amik nem túl nagy dolgok, vannak nagyobbak is. Például a kettős rendelés, tehát, hogy két körzet van. Ez ilyen szempontból nagyon diszonáns, mert ugye, ha a másik körzetnek a betegét én nem láthatom el, mert nem hozzám tartozik a kártyája, egyféleképpen viszont elláthatom, úgy, hogy ambulánsan fölveszem. De 50, havi 50 ambuláns vizsgálat után már vizsgálódik a NEAK. Hogy jött ez össze. Na most egyszerűen csak úgy, hogy ő abban az utcában lakik 30 méterre tőlem, de nem hozzám tartozik, ezért nem írhatok neki föl. Na most ezt ne várja el tőlem senki, hogy én ezt nem fogom megtenni. Tehát nem látom el, vagy nem írok föl neki egy gyógyszert, mert éppen elfogyott ez a gyógyszer, ami fontos lenne. Tehát ezek a ilyenfajta dolgok. Aztán vannak még olyan részei a rendelőben, most programváltás lesz. Én nagyon remélem, van ugyanis projekt rá, igen, nagy összegű pályázatokat lehet most megnyerni, tehát teljesen rá kell térni most már, körlevelet minden orvos megkapta, gondolom, én is, hogy rá kell térni az ESET rendszerre, tehát ebben a felhőben való vény továbbításra, és hát itt viszont a hardware, szoftvert, mindent frissíteni kell, és akkor ehhez az internet sebességét gyorsítani kell, tehát megfelelő erősségét. Ezek az olyan szakmai programok, amiket mindenféleképpen meg kell valósítani, mert ezt bevasalják rajtunk. Van még valami, amit szeretnél? Nem, köszönöm szépen. Én szeretnék megfelelni az itteni emberek igényeinek. Egy hosszú 9 éves folyamat végére került pont ezzel a mai rendezvényel, illetve a doktor úr érkezésével. Ugyanis már amikor ide kerültem 2010-ben, már akkor látszott, hogy nincs stabil pont a két körzetben. Mindig helyettesítéssel kellett megoldanunk, vagy épp nyugdíj előtt állt valamelyik doktor úr. Szóval már azóta ez a hosszú folyamat egy megoldást kívánt. Végső kétségbeesésemben 2018 karácsonya után valamikor fölraktam az internetre egy hirdetést, hogy már pedig itt házi orvos keres ez a kis barátságos település, és rá néhány hónappal jelentkezett Feledi doktor, hogy ő visszavágyik az Alföldre. Amikor visszahívtam, akkor épp egy másik állásinterjúra ment ott Pécs környékén, és én megkértem, hogy na, doktor úr, akkor a következő leállónál jobbra, légy oly kedves, álljon meg, vagy legyen szíves, álljon meg fogunk tudni egyezni. És ennek a
folyamatnak az lett a vége, hogy múlt hónapban beköltözött a kedves párjával a szolgálati lakásba, és tegnap elkezdte a rendelést. Mint elmondta, az Alföld szeretete és az alföldi emberek embersége miatt vágyott haza. Én bízom benne, hogy meg fogja találni a számítását a betegek és az ellátottak legnagyobb megelégedettségére. Elmondása szerint tetszett neki, de sok hiányosságot is felfedezni vélt. Ezzel egyébként mi is tisztában voltunk, de még egyszer mondom, nem volt egy fix, egy stabil pont, amelyhez igazíthattuk volna az igényeket, vagy akinek tudtunk volna segíteni a fejlesztésekben. A doktor úr ezt a folyamatot elindította. Most a Magyar Falvak programban igyekszünk majd beadni egy pályázatot. Ez egyébként pont erről szól, orvosi eszközök fejlesztése és az egészségház korszerűsítése, tehát nagyon szeretnénk ebben pályázni. Ebben egyébként a Kozma Katalin, a gyermekorvos is az élen jár, ő is nagyon szeretné, hogyha különböző eszközökkel sikerülne segíteni a munkáját. Ha beadásra kerül a pályázat is pozitív elbírálás alatt lesz, akkor milyen változások lesznek itt az egészségházban? A legfontosabb az informatikai rendszer cseréje, nem csak a hardware állományban, hiszen több olyan már profi program van, amelyről a doki nekem beszélt, amiről egyrészt nem is tudtam, másrészt pedig rendkívül felgyorsítja és segíti a betegek ellátását. Ennek a beszerzése nélkülözhetetlen. A lakosok mit szóltak hozzá, hogy végre sikerült ennyi év után egy orvost szerezni, illetve került ide Kengyelre? Egy napot rendelt még, de esetleg polgármester úr kapott-e valami visszajelzést erről az egy napról? Úgy tudom, hogy talán 64 vagy 69 beteget látott el az első napján a doktor úr, és a visszajelzések pozitívak. A hozzáállása, az udvariassága, a szakértelme meggyőzte az ellátottakat, és én bízom benne, hogy ez egy hosszú folyamat első napja és kezdete volt, és ez így is marad. Nem titok az sem, hogy amikor 2010-ben Cédli Gyula polgármester úr nyugdíjba vonult, akkor többek között egy projektet hagyott nekem feladatként, amely az egészségház fejlesztése volt, úgyhogy ez egy közös munka. És én tudom, hogy mennyit jelent neki az édesapja emléke, és azt is tudom már, hogy mennyit jelent a falunak. Ezért úgy éreztem, hogy ha minden a helyére kerül, és én úgy gondolom, hogy az új orvos érkezésével most jött el ez az időszak, akkor egy méltó nevet tudunk adni ennek az intézménynek, és a benne dolgozók is érezni fogják, azt gondolom, hogy számukra ez egy motiváció. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most itt ez egy nagyon szép gesztus, ami ráadásul a kengyeli egészségügyben egy új fejezetet is nyithat. Hát a doktor úrnak azt szeretném üzenni, hogy legyen türelmes a rossz utakkal kapcsolatban. Mi is ezen járunk, de szeretnénk majd felújítani, fejleszteni azt is természetesen. De a lakosoknak pedig azt szeretném üzenni, hogy legyenek nyitottak, forduljanak bizalommal a doktor úrhoz, hiszen ne feledjük, hogy a doktor van értük és nem fordítva.